Szokatlan látványban lehet részük a szabadkai Szent Teréz székesegyház előtt sétálóknak, ezentúl ugyanis fényárban úszik a homlokzaton levő Szent Pál apostol vitrázs. A templom minden egyes szobra és szentképe is külön megvilágítást kapott. Most látni, ugye? Eddig jóformán nem is tudtuk, hogy milyen képeink vannak, milyen szobraink vannak, és most ez mind érvényesül. És különösen pedig a színes ablakok, most mondjuk éjszaka, ha az ember megnézi kívülről, már egészen új minden. Tehát mintha új templomban lennénk. Nagyon szép. Annak, hogy éppen az adventi időszakban vált még szebbé a templom, különösen nagy a jelentősége. Éppen advent van, karácsonyra várva, szinte ahogy a fények kigyújtak, mi is elkezdtünk emelkedni az ég felé, és egy csodálatos szép élmény az, hogy ilyen gyönyörűen sikerült megújítani a belső világítását a székesegyháznak. A felújításra égető szükség volt már, a villanyhálózat leégésétől tartottak. Szabadka város önkormányzata másfél éve tett ígéretet a támogatásra. Igen, láttunk 4 millió dinárt arra vonatkozóan, az önkormányzat hozzájáruljon a kivitelezési költségnek a fedezésére. Ma itt van az eredmény, másfél évre rá azt gondolom, hogy megérte az, hogy 2013 tavaszán odafigyeljünk a székesegyházra. A magyar kormány 165 millió forintos támogatása nélkül hosszú éveket várhattunk volna a felújításra, mondta Pásztor István, a VMS elnöke. A munkálatoknak azonban még korán sincs vége. Tavasszal egészen biztos, hogy folytatódni fog majd ennek az épületnek, ennek a katedrálisnak a felújítása, a repedések eltüntetésével, a falaknak a kibiztosításával, hogy hosszú távra ez az épület teljes mértékben rendben legyen. A késő barokk építészeti jegyeket viselő Szent Teréz székesegyházat 1779-ben emelték. A vilai Szent Teréz tiszteletére szentelték fel, ő Szabadka védőszentje. 1974-ben a pápa a kisebb bazilika rangot adományozta a templomnak.